Színes népviseletek, felvonulások, táncbemutatók. Távirati stílusban így lehetne összefoglalni, hogy mi is jellemezte a baja, kalocsa, valamint szexárd szervezésében megvalósuló rendezvényt, a Dunamenti Folklorfesztivált, amely szakértők szerint is az egyik legnagyobb és legjobb kulturális események egyike volt. A Babits Mihály Kulturális Központ idén a Magyar Kultúra Napja alkalmából a legendás fesztivál előtt tiszteleg, amelynek kezdeteiről, emlékezetes pillanatairól, valamint megszűnésének okairól a szervező munkában korábban aktív szerepet vállaló Matókné Kapási Juliannával és Szabadi Mihállyal beszélgettünk. Hát maga az első rendezvény az 1968-ban volt. Tudni kell, hogy a magyar kultúrának egy nagyon nagy erőssége a folklorkutatás, és volt itt a Tudományos Akadémia keretében működő csapat, dr. Martin György, a Pesovár testvérek, András Salvi Bertalan és a körülöttük működő emberek, és volt mellette a Népművelési Intézet, ahonnan csak egy nevet mondok, Vásárhelyi László. Ezek az emberek voltak a szellemi kitalálója annak, hogy a világon működő jelentős nagy nemzetközi folklorfesztiválok mintájára itthon Magyarországon is kellene folklorfesztivált szervezni. Hogy három városban zajlott egyszerre egy időben, mindegyik város maximum 10 együttest hívott, vagy annyit, amennyire a pénztárcája futotta. Az együttesek lehettek testvérvárosi együttesek, lehettek egyéb kapcsolatból fakadó meghívások. Ezek az együttesek a városokban laktak, tehát itt lakott 10, Baján lakott 10, Kalocsán lakott 10, és mindenütt megvoltak ugyanazok a közmedési formák, hogy milyen fellépések, milyen tartalmak vannak. És ezeket gyakorlatilag majdnem minden település egyformán megcsinálta, hogy volt kiállítása, hogy volt műsora, művészeti bemutatója, ahol az együttesek részt vettek, hogy volt fesztiválklubja, hogy volt ökumenikus miséje, hogy volt népi zenekarok találkozója, vagy kórusok, akik népdalokkal foglalkoztak, azoknak a találkozója. Tehát nagyon sokféle forma volt. A Magyarország legjobb folklorfesztiválja marad. Magyarország első CIOF fesztiválja volt. Ugye az UNESCO-nak a világszervezete, a fesztivál szervezők világszervezete ez a CIOF. És Magyarországon akkor ez a fesztivál kapta meg azt a rangot, ami gyakorlatilag nem pénzbeli támogatás volt, hanem ahogy már Miskács is beszámolt róla, hogy egy szakembergárda tudott ráfigyelni a világ minden részéről, hát mi a közép-kelet-európai részhez tartoztunk a CIOF-ban is. Az esemény mindig nemzetközi volt. Ha belegondolunk abba, hogy fél évszázaddal ezelőtt a 60-as évek végén rendezték meg az első Dunamenti Folklorfesztivált, joggal merül fel a kérdés. Hogyan lehetett egy ilyen többnapos programot a világháló, az elektronikus levelek kora előtt megszervezni, amikor jó részt csak a posta állt rendelkezésre és a telefon? A rendszerváltás előtt a közművelődésnek, amelyik magába foglalta az ilyen rendezvényeket is, volt egy szervezete, volt egy rendszere, volt egy népművelési intézet, voltak megyei művelődési központok, voltak járási művelődési központok. Ezek között az intézmények között állandó személyes telefon, levél, hát ami akkor rendelkezésre állt. Személyes munkakapcsolat volt közöttünk. Úgyhogy ez volt az egyik, a belső vezérforral, a másik pedig, hogy mondjam, például a Népművelési Intézetnek, vagy a Tudományos Akadémiának voltak személyes kapcsolatai. Tehát a tudósok a tudósokkal, a közművelők a közművelőkkel, fesztivál szervezőkkel állandó kapcsolatban voltak. És tudtuk azt, hogy melyik együttesek járnak fesztiválra. Mert mi például a magyar együttesek jártak Zakopanéba, jártak Gannába, Stráznicén,
Tehát végigjárták ezeket a fesztiválokat, és kapcsolatok alakultak ki. Gyönyörű, hagyományos produkciók jelentek meg. Itt, hogyha az emlékeinkre visszagondolunk, akkor én is sorba tudnám sorolni azokat a kiváló produkciókat, mit tudom én, ragyogó bolgár együttesiket, akik egészen hátborzongatóan hagyományosak, eredetiek tudtak lenni, de ilyenek voltak a lengyelek, a gorálok, akik megjelentek itt, de aztán jöttek más területről is együttesek, jöttek olaszok, például szicíliaiak, de még spanyolok is jöttek. Az volt az első, az 1981-es nagy Dunamenti Folklorfesztiválon a feladat, hogy Miska bácsiék megtervezték, vagyis a Népművelési Intézet és a hozzátartozó szakemberek, hogy Tolna megye egészen mutatkozzon be, és akkor Szabadi Mihály készített olyan koreográfiákat, akkor készült a híres nagy sárközi karikázó, amiben Váraljai, Alsónyéki, Bogyiszlói, Szekszárdi, Decsi, Őcsényi, tehát minden olyan hagyományőrző együttes, aki sárközi karikázót táncolt a saját tehetsége szerint, azok részt vettek ebben. Ahogy teltek az évek, a fesztivált egyre többször érintette meg a változás szele, nem a szó legjobb értelmében. Sőt, az 1989-es rendszerváltás egyenesen fordulópont volt. Szétesett az a rendszer, amelyik eddig ezt létrehozta és működtette. És hát, hogy mondjam, mondjuk ki a realitásokat, azt, hogy korábban a működtető települések meg a megyék között nem volt igazán, hogy mondjam, harmonikus együttműködés. Tehát nem akarom a túlsó félieket megbántani, de Kalocsa meg Bácskiskun megye se tudott mindenbe egyet érteni. De Kalocsa meg Szekszárd se tudott mindenbe egyet érteni, de Tolna és Bácskiskun megye se tudott mindenbe egyet érteni. Az, hogy mégis együtt dolgoztak, az úgy volt, hogy végül mindenki akarta ezt, és akkor elhatároztatott, hogy legyen. Teljesen felbomlott az a fajta rendszer, ami működtette a 90-es évekig ezt a fesztivált. Akkor kénytelen volt a három település egy közalapítványt létrehozni, a Nemzeti Művelődési Intézet táncosztályának a koordinálásával. Ennek a közalapítványnak Héra Éva lett az elnöke, és hát sokan dolgoztunk benne. Gyakorlatilag a financiális oldalt koordinálta, illetve próbálta egyensúlyba hozni, mert nem minden településnek volt egyforma pénze, nem minden akkori polgármester támogatta úgy, ahogy kellett volna ezt a formát. Tehát nagyon emberfüggő volt, és nagyon szakemberfüggő volt. Igazából jött az a fajta politikai háttér, hogy Baja kezdett kihátrálni, ő 2005-ben ki is hátrált, és az utolsó Kalocsával együtt véghez vitt fesztivál az 2008-ban volt. Aztán elhalt a fesztivál. Elhalt a fesztivál, és akkor most itt az álom meg az állam találkozik. Mert abban az időben, ha úgy tetszik, az állam akarta, hogy ez a fesztivál legyen, és egyetértett a céljaival, ma nincs, aki ezt akarja. Beszélgető partnereink szerint a jövő sem tartogat sok meglepetést, azaz szinte biztos, hogy Szekszárdon a 2008-ban megrendezett Dunamenti Folklorfesztivál volt az utolsó.